Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. A kiesést követően már az NB1B piros csoportra készülnek a kék cápák. Olimpiai bajnok gyúrós láttak vendégül a nyíregyházi apácai diákjai. Két nyíregyházi úszó három éremmel tért haza a Sopron Openről. Jó tavaszt produkálva a 8. helyen végzett a Sényői futballcsapat. Aranyérmes lett a Nyíregyházi Sportcentrum U15-ös fiú kézilabda csapata. A kiesést követően már az NB1B piros csoportra készül a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A vezetőedző távozott, a légiósok hazamentek, a vezetők pedig már a kiszemelt játékosokkal tárgyalnak. Nagyon nehéz volt megélni. Bármennyire is ezzel az ember már fejbe egy picit készül arra, hogy mi van, ha nem sikerül, hiszen azt láttuk, hogy a végén pengélen táncolt a dolog, és egy-egy mérkőzés döntött a bennmaradásunk sorsáról, és hát sorszerűen alakult, hiszen valóban egy mérkőzés döntött a Honvéd elleni végül egy labdás mérkőzés, ahol ugye kikaptunk, és így a Honvéd bennmaradt, illetve mi kiestünk. Én nem azt mondom, hogy készültem erre, de azért megfordult a fejembe, hogy ha nem sikerül, mi van, és azért egy ügyvezető és sportvezetőnek mindig van B terve, akár C is, úgyhogy bármennyire is minden áron és nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket téve szerettünk volna bennmaradni, ez nem sikerült, de az élet megy tovább. Még egy picit visszatekintve az elmúlt bajnokságra, van, amit most utólag másképp csinálnál? Biztos, az embernek tükörbe kell nézni, nem csak a játékosoknak, nem csak az edzőknek, nem csak a szakmai stábnak, értelemszerűen nekem is kell egy számadást ilyenkor tartani. Én azt gondolom, hogy mindent megpróbáltam, mindent meg olyan dolgot, ami játékos csere, edző csere, változás a szakmai stábban, magyarokban, légiósokban változtatás, de sajnos nem sült semmi. Ennek értelemszerűen vannak szakmai okai, illetve vannak financiális okai. És én ennél már korábban utaltam, hogy hasonló költségvetéssel vágtunk egy olyan szezonnak neki, ahol sokkal nagyobb költségvetésű csapatok is elcsúsztak. Ennek ugye több oka van. Egy Covid utáni tavalyi szezonban ebből az összegből viszonylag jó minőségű játékosokat lehetett igazolni, hiszen ők alig várták, hogy egy csapat leigazolja őket. Idén már teljesen más volt a piac, úgyhogy küszködtünk ezzel, mint hogy több csapat is küszködött, de sajnos miénk lett az utolsó hely. A kosárlabda egy olyan sportág, hogy alapból is nyaranta kiserélődnek a keretek. Most, hogy egy másik osztályban, alacsonyabb osztályban szereplünk, mennyire lesz nehéz csapatot, keretet építeni? Biztosan az. Az biztos, hogy szeretnénk azokat a nyíregyházi játékosokat itt tartani, akik az elmúlt évben vagy elmúlt években már már nyíregyháziak valhatják magukat, és, vagy azok is, és sokat tettek ezért a klubért. Első körben Szobi Dániellel és Vaskó Györgyel sikerült megállapodnunk a folytatásról. A célokat tekintve szeretnénk egy nagyon erősítőképes csapatot összerakni. Nem látni még, hogy melyek azok a gárdák, akik szeretnének a feljutásért harcba lenni, esetlegesen ki is mondják azt, hogy fel akarnak jutni. Jelenleg nem sok ilyen van, úgyhogy ha esetleg sem van rá esély, akkor megragadnánk azt az alkalmat, hogy már első évben sikerüljön visszajutni, de nem ez az első és legfontosabb kimondott cél, hanem az, hogy egy nagyon fiatal, nyíregyházi kötődésű és abszolút harcolni akaró és kosárlabdázni tudó csapatot rakjunk össze. A bajnokság valamikor szeptember végén vagy október elején kezdődik, azt lehet-e már tudni, hogy ti mikor találkoztok? Véletlenül hasonlóan fog alakulni a program egyébként, hiszen az első osztály, másodos osztály nagyjából ugyanakkor kezdődik. Július végén lesz egy szokásos képzőtáborunk, ahol már a fiatalok becsatlakoznak a munkába, a Nyíregyházi Sportcentrum és a sportba kosarazó fiatalokkal együtt, de alapvetően ez csak egy ilyen felkészítő tábor. Maga az igazi felkészülés az augusztus 10-e környékén kezdődik orvosi vizsgálatokkal, bízom benne, hogy addigra már teljes csapattal és magyar játékosokkal, mindenkivel, újakkal kiegészülve el tudjuk kezdeni a munkát. Lesz véletlenül 4-6 hetes felkészülési időszak, lesz egy Sitko Ernő emléktornánk, és hasonlóan a tavalyi szezonhoz szeretnénk erősen felkészülni erre az idényre is. Egy kieséssel végződő szezon után nem könnyű értékelni, de hát gyakorlatilag az utolsó előtti fordulóig esély volt a bennmaradásra. Te csapatkapitányként a pályán belülről hogy láttad, hogy csúszott el ez a szezon? Fú, hát erre nehéz lenne így röviden válaszolni. Voltak ennek szubjektív és objektív okai. Nem szeretném azokat taglalni, amelyek nem a mi felelősségünk. Úgyhogy egyértelműen ez nagyban a játékosok felelőssége is volt, meghatározó szinten. Sajnos ilyen a sport, igyekeztünk szezon közben változtatni, mindenféle csapaton belül megoldást találni arra, hogy mitől lehetnénk jobbak. Voltak nagyon jó periódusaink, de sajnos amikor a legfontosabb volt azon a mérkőzésen, nem tudtuk azt a szintet hozni, ami elvárható lett volna
az első osztálybeli tagsághoz. Említettél szubjektív és objektív okokat, változott a játékos keret, gyakorlatilag folyamatosan edzői csere is volt. Mennyire volt nehéz ez alkalmazkodni, vagy ezekhez alkalmazkodni? Ez sose könnyű, de azért ez a profi játékosok dolga. Tehát gyakorlatilag ezt nem lehet erre fogni. Mindenki dolgozott már többfajta edzővel, minden edzőnek más a felfogása. Nekünk játékosoknak az a dolgunk, hogy ezt maximálisan ehhez idomuljunk. És amit az adott edző elvár, mi ezt megpróbáljuk teljesíteni. És azt meg ugye majd a mérkőzés adja egyfajta visszacsatolásként, hogy ez a edzői filozófia, ez mennyire sikeres. De sokszor lehet az edzői filozófia jó, hogyha a játékosok ezt nem tudják végrehajtani a pályán. Ugye ezért összetett, és ezért ilyen izgalmas játék ez a sport, főleg a kosárlabda. A mezőny volt erősebb, mint az előző szezonban, vagy a nyíregyházi csapat volt gyengébb? Én azt mondhatom, hogy tavaly erősebb csapatunk volt. Idén is nagyon jó képességű játékosok alkották a csapatot, de valahogy azt éreztem, hogy tavaly azért jobb játékosaink voltak, főleg légiós poszton. Ez bizonyítja az is, hogy C.J. Bryce például Bundesligában meghatározó játékos lett, Manny Suárez most Bulgáriában bajnokságot nyert, tehát tényleg jó játékosok voltak tavaly, az egy nagyon szerencsés összeállása volt a csillagoknak, hogy ide tudtuk csábítani ezeket a játékosokat. Az idei játékosok is, én maximálisan megszerettem őket, illetve jó kosárlabdázónak tartom őket, de hogyha választhatnék, azt mondanám, hogy a tavalyi keret egy erősebb volt. Ugye a sport egyik sajátossága, hogyha vége egy bajnokságnak, már előre kell tekinteni, most egy osztálya lejjebb a NB1-B piros csoportban szerepel majd a nyíregyházi csapat, ha minden igaz veled a soraiban. Igen, mi már megegyeztünk, maradok, szeretném mindenféleképpen ezt a csorbát kiküszöbölni, amit a tavalyi szezon mi okoztunk, egyúttal egyfajta bocsánatkérést is nyújtani a közönségnek, hiszen szép számmal szurkoltak nekünk, és szeretnénk ezt jóvá tenni, meghálálni a következő szezonban. Hát ez a jövő zenéje. Reméljük sikerül. Olimpiai bajnokot láttak vendégül az Apácai diákjai. A 2016-os ötkarikás játékokon aranyérmes Emily Andéol a cselgáncsot népszerűsítette az intézményben. A francia intézet szervezésében úgymond kaptuk ezt a hölgyet, aki azért nem semmi, hiszen egy olimpiai bajnokot üdvözölhetünk az Apácéban, aki 2016-ban Rióban nyert, ott egy VB harmadik és egy Európa bajnoki címe is. Azt hiszem, hogy még a magyar olimpiai bajnokot sem láthattuk cselgáncból természetesen. Ami nagyon fontos, hogy a gyerekeknek példát mutat, hiszen a sport a kitartásra, az elhivatottságra és ugye a küzdelemre nevel, főleg azokban a sportágokban, amely a küzdősportokat jellemző. Az Apácaiban is sok sportágon jellemzően a kosárlabda az, amely több évtizedes hagyománnyal és az ország élvonalába tartozik. Birkózóink vannak, akik képviselik ezt az ágat, ketten, akik országos szinten is jegyzettek, és azt hiszem, hogy a szellem nevében még mondhatom a sakkot is, ami a sportág erejét növeli, de tájfutás, atlétika és több sportág, tehát a gyerekek, a franciák is látották, hogy honnan és hová lehet eljutni, mert a kuberteni Báró által megkezdett olimpián, aki bajnok lesz, azt mindig jegyzik az aranykönyvekben. Gyakran panaszkodnak testnevelő edzők, hogy nehéz a mai fiatalokat rávenni a sportolásra, nektek itt az Apácaiban mi a tapasztalatotok? Azt hirdetjük és hirdettük és fogjuk is hirdetni, hogy a szellem és a mozgás együttese az, ami képzi az embert. A reneszánsz embertípushoz, hiszen akkor is ugye a vívás, a lovaglás, hozzákapcsolva a nyelvek tanulása, valamint a tudományban jártasság. Ez jellemző az Apácaira, és még az előző sportágokat kiegészítve, ez jellemző, hogy az aerobikusok is országos szinten, sőt világkupa szinten is megjárták már azt hiszem az első három helyezett részét, és sportolóink is példát mutatnak, nem csak a tanulásban, hanem a kultúrában is, a művészeti iskola is van, ami szintén a mozgást erősíti. Egy olimpiai bajnoknak a sportág népszerűsítése és a feladata. Milyen gyakran kap ilyen felkéréseket, és mire használ egy-egy ilyen alkalmat? Olimpiai bajnokként az egyik feladatom, hogy népszerűsítsem ezt a sportot, és gyakran kapok meghívást ilyen eseményekre, hiszen az a dolgom többek között, hogy ezt a sportot népszerűvé tegyem a fiatalok körében, és kedvet adjak nekik ahhoz, hogy ezt a sportágat válasszák. Ils peuvent, voilà, je leur montre la voie.
A szülők mikor sportágat választanak a gyereknek, válogathatnak a sportágak között, miért ajánlana a judót egy fiatalnak, és önnek mit adott ez a sportág? Le judo en général... Azért tartom fontosnak, mivel ez egy olyan sport, ami olyan értékeket ad át a fiataloknak, ami egyedülálló, hiszen az egymásnak a megbecsülése, a tisztelet az, ami fontossá teszi ezt a sportot, és a szülők valószínűleg ezért választják ezt a sportágat a gyermekeik számára, hiszen olyan értékek, amiket szeretnének a gyerekeknek átadni. Tout le monde fait ensemble et ça c'est ce qui plaît aussi aux parents. Két nyíregyházi úszó állt rajtkőre a Sopron Openen. A mini küldöttség 3 éremmel tért haza a kvalifikációs versenyről. A terveink azok elég célra törőek voltak. Ugye Hatházi Dóri és Barna Biancáról beszélünk. Ugye Dóri univerziád, illetve U23-as EB korosztályban, Bianca pedig az IFI EB korosztályban. Mindenképpen arra kvalifikáltatni próbáltunk, hogy mind a kettőjük nemzetközi szereplésen tudjon nyáron részt venni. Ez úgy gondolom sikerült is, hogy Bianca A csapattaként kint van a belgrádi EB-n, az július elején lesz Belgrádban. Dórinak pedig univerziádén van esélye úszni, ott még van egy-két tennivaló, de ugye Kínában van a verseny, ami elég komoly szervezést igényel. 3 éremmel tértetek haza, 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz. Mennyire vagy elégedett az érmek számával és az időeredményekkel, hiszen több számban indultak a lányok? Így van. Én azt gondolom, hogy mindenki a saját számában a lehetőt legjobbat kihozta magából. Van még mit tenni, főleg a mellúszásán Biancának, de a 200 mell az megmutatta, hogy már az idei legjobbját meg tudta úszni, és egyre elindultunk a egyéni csúcs felé. Az 50-100 mellen még technikai és ütem problémák vannak, de ez orvosolható, 4 hét múlva lesz ugye az IFI EB. A Dóri esetében a pillangó számokban mindig hozza a magabiztos úszását, a 200 pillangót nyerte, tehát nem volt rá veszélyes. A Sebestyén Dalmával, aki világbajnoki résztvevő, elég jó csörtét úsztak, ugye Dóri a hajrában pár tizeddel le tudta a Dalmát győzni. A 100 méter pillangónál ugye a gyorsasága megvan, 1 perces idővel ott második helyezett lett. Az 50 méter pillangó neki tulajdonképpen csak kiegészítő szám. Mennyire volt erős egyébként a mezőny? Én úgy gondolom, hogy erős mezőnybe úsztak, a magyar élvonalon kívül a libanoni, osztrák több csapat volt, svájci több csapat volt, szlovák több csapat volt. Én azt mondom, hogy nagyon jó mezőnybe jót lehetett úszni, a soproni úszó, de az minden igényt kielégít. Tehát nem véletlenül a FINA, tehát vagy a World Aquatics odaadta ezt a versenyt nekik. Én azt gondolom, hogy ilyen versenyek szervezésével lehet az élvonalnak a színvonalát is emelni. Az elmúlt hétvégén Sopronban 2 úsztak, hol úsztak a többiek? Ugyanezen a hétvégén több helyen volt verseny, a csapat gerince, több mint 30 versenyzővel itt voltunk a debreceni hajósalfét kupa második fordulóján, amit már nagyon vártunk, mert elég régóta nem volt víz Debrecenben az 50 méteres úszodában, és a fiatalok itt arra mentek, hogy a magyar bajnokságokra szintidőket ússzanak, ami több esetben sikerült is, gyermek, illetve serdülő bajnokságon, illetve cápa seregszemlére, vagy cápa bajnokságra szintidőket teljesítettünk. Hogy néz ki a folytatás? Jelen pillanatban hétvégén megint két helyen van, két fronton fogunk küzdeni. A Parafokupa Gyöngyösön, ami azért érdekes, mert mindig az év első nyitott versenye, tehát nyitott medencében van a verseny. Hát az időjárási tényezők befolyásolhatják, de nagyon szeretik a gyerekek és a szülők. A másik pedig, ami fontosabb, Szegeden nyitott nyíltvízi országos bajnokságban. Oda 3 versenyzővel menjünk, ugye a Molnár Fuzsina, Lénárt Eszter és a Csenyik Dániel 7,5 kilométeren ugranak vízbe, amihez most az időjárás nem nagyon kedvez, mert jelen pillanatban 21 fokos a víz, de nyíltvízi OB-n ez egy nem lehet probléma. Még egy néhány gondolat Biancáról, milyen terhelés hány szám vár rá majd jelenállás szerint a Európa-bajnokságon? Én úgy gondolom, hogy a 6 napos verseny, ami a tavalyhoz hasonló, szinte ugyanaz a program, elég megterhelő. Minden egyéni számban el fog indulni, amely mellúszást érinti 50-100-200 mellen, illetve kiegészítő napjain, amikor mellúszó szám nincs, ő elindul az 50 méter gyorsan is. Ez egy gyorsító, meg egy ilyen felhozó száma. A fő száma viszont az utolsó napra marad, a 400-100 méteres vegyes váltó, ami éremért indul újra. Amikor legutóbb beszélgettünk az országos bajnokság után, nem voltál sem igazán jó hangulatban, sem igazán jó formában. Most a soproni verseny után mi a helyzet? Nyilván ezért sokkal jobban sikerült, úgy érzem, mint a bajnokság.
így az egyéni csúcsomhoz is egy picit azért közelebb tudtam kerülni, illetve sokkal jobb érzéssel tudtam odaállni a versenyre is, illetve jobbak lettek az idők és az eredmények is. Úgyhogy ennek így igazából nagyon örülök. Hány számban álltál rajtkőre Sopronban? 5 számot úsztam, a 3 mellúszó számon kívül még 200 vegyesen, illetve 50 gyorsan indultam. Bekerültél az Európa-bajnoki keretbe, úgyhogy most már a Belgrád van célkeresztben. Oda milyen terrekkel utazol majd? Nyilván megint a 3 mellúszó számon kívül így kiegészítőnek fogok úszni egy 50 gyorsat, illetve a 4x100-as női vegyes váltóban kéne elsősorban nagyon jól úsznom. A vegyes váltóval jól szerepeltetek az elmúlt évben, most mi a cél? Ismét a dobogóra fel szeretnénk kerülni, ami nagyon jó lenne, illetve egyéniben, hogyha úgy van, akkor azért a középdöntőbe is szeretnék bejutni. A 8. helyen zárta a bajnokságot az NB3 keleti csoportjában a Sínyi futballcsapat. Az Imrő László Fiumei Viktor által irányított együttes 16 győzelem mellett 9 döntetlent játszott és 13-szor szenvedett vereséget. Így utólag visszagondolva most már nyugodtan kijelentem, hogy tényleg nagyon rendben volt a tavasz, mi végig bíztunk ebben. Végül is arra nem számítottam, hogy ilyen jól fogunk szerepelni, ez meglepetés volt. Főleg a tavasz első felébe mondhatom, hogy nagyon nagy skalpukat gyűjtöttünk, akár idegenbe, akár hazai pályán is. Tényleg olyan csapatokat vertünk meg, ahol esetleg elfogadható lett volna simán egy döntetlen is, vagy esetleg például idegenben még egy vereség is benne lett volna. De hál' Istennek sokszor bravúrral de hoztuk ezeket a mérkőzéseket, aztán ugye lendületbe jött a csapat, és így a végén egy elég szép 8. hely kerekedett ki ebből. Ha az egész bajnokságot nézzük, akkor reális ez a 8. helyezés? Ha visszanézzük az elmúlt éveket, nagyjából mindig ezen a helyen szokott a Sényi szerepelni, esetleg egy-két helyen feljebb, de kb. Úgy mindig ez a tendencia. Ha így összességében nézem, ugye az ősz az elég gyengén sikeredett, de ott is volt 2-3 olyan mérkőzés, amit az utolsó 90 pluszos percekbe veszítettünk el. Ha egyébként azok a mérkőzések mondjuk meglettek volna össze, akkor nem kellett volna 17. helyen fordulni. A BVSC Zugló veretlenül nyerte a bajnokságot a keleti csoportban. Milyen erős volt ez a mostani mezőny? Az is mutatta, hogy mennyire kiélezett a bajnokság, főleg itt a tavasszal, hogy ugye 17. helyről indultunk, és volt olyan periódus például, hogy végignyeregettünk, ugye, és alig-alig mozdultunk el tabellán, nem sok minden látszott ebben, mert mindig mögöttünk is nyertek, előttünk is nyertek. Volt például olyan, hogy pár pontra, 4-5 pontra voltunk a dobogótól, viszont ugyanennyi pontra voltunk az egy kieső helytől is. Ha egy meccset ki kellene emelni tavaszról, melyik lenne az? Mondtad, hogy több meccsen szerepeltetek bravúrosan. Nekem nagyon sok mérkőzés tetszett, ugye tényleg a Kőrös Ladányt tudnám, ahol nagyon jól játszottunk, és kétszer is vezetett az ellenfél, és nyertünk 3-2-re, vagy például a vége fele a Vasas elleni, egy erős, nagyon erős Vasas 2 elleni idegenbeli győzelem. Viszont ha egyet úgy nagyon ki kellene emelni, nekem a tiszaújvárosi meccset emelném ki, ami nem megbántva a Tiszaújvárost, egy eléggé sima mérkőzésre sikeredett, viszont ott játszott a csapat a legjobban. Sényőre jellemző volt az elmúlt években, hogy a pályán is, azon kívül is jó volt a közösség, így volt ez az elmúlt szezonban is. Így volt, ugye főleg azért is mondhatom ezt, mert ugye össze se volt se a vezetők részéről, se a csapat részéről olyan óriási nagy pánik hangulat, ugye kis aggodalom volt azért, mert nem ez a megszokott, de úgy gondolom, hogy tavasszal, ahogy ugye jöttek sorba az eredmények, ugye hangulat pedig mindig úgy lett egyre jobb. Lehet-e már valamit tudni a jövőről, akár a ti párosotokról, vagy akár a keretről? Az elsődleges cél szerintem az lenne, hogy ezt a társaságot, ha egybe tudnánk tartani, beleértve ugye magunkat is, meg a játékosokat, akkor szerintem egy ugyanilyen szép szezon elé néznénk. Aranyérmet szerzett a Nyíregyházi Sportcentrum U15-ös fiú kézilabda csapata az országos gyermekbajnokság másodosztályában. Varga László együttese veretlenül zárta a szezont. Mindenféleképpen nagy célokat akartam a srácoknak úgymond sugalni, azáltal is, hogy tavalyi bajnokságban egyetlen egy gól a gól különbséggel maradtunk le a bajnoki címtől. Ezáltal még nagyobb volt a küzdés egész évben, hogy bajnokságot nyerünk.
Nyilván én szeretnék, mint edző is, mint játékosok is szeretnének játszani NB1-ben. Ez egy hosszú folyamat igazából. Most például erőfelmérő lesz nekünk. A PIK Szegeddel le tudtam beszélni, akik NB1-ben most második helyen zártak. U15-ben leszerveztem egy edzőmeccset, felmérjük az erőnket, és hogyha azt mondom, hogy edzői szemmel, hogy képesek vagyunk helytállni az NB1-be, mi szeretnénk elfogadni a kihívást. Veletlenül zártátok az alapszakaszt, a rájátszásban minden meccset megnyertetek. Ennyire könnyű volt, vagy pedig azért voltak nehezebb pillanatok? Nyilván ez a bajnokság igazából arról szól, hogy kisebb-nagyobb csapatok találkoznak. Ezáltal például az alapszakaszban volt 20-25 meccsünk, abból, ami érdekes volt, körülbelül 6-7 a Fehérgyarmattal, esetleg még azt mondom, hogy a Kisvárdával, utána Kazincbarcikával, és sorolhatnám. A többi meccs igazából mi ott hatalmas fölényt tudtunk kialakítani, már csak azért is, hogy játéktudásban, testileg, minden téren nagyon nagy volt a különbség, viszont azt mondom, hogy a maga a bajnokságnak a kimenetele azért nagyon-nagyon kitűntünk ebből a szakaszból, és ebből a korosztályba. 14-15 éves rácokról van szó, lehet már látni, hogy ki az, akibe a átlagosnál több tehetség szorult? Most egy kicsit lehet, hogy elfogult leszek, de én azt mondom, hogy szinte az egész csapat. Nyilván akik most csatlakoztak hozzám szeptembertől, vagy augusztustól, bocsánat, azokkal még egy évessel dolgozok, ismerkedünk még mindig, azokat az én csapatomra kell formálni, de a régi csapatomban azt mondom, hogy teljes mértékben Nyíregyháza felnőhet hozzá, vagy pont fordítva. Megint mondom, hogy fiatal srácokról van szó, pályán kívül milyen ez a közösség, hiszen azért nagyon sokat vagytok együtt, sokat utaztok. Igen, itt szeretném megköszönni a szülőknek a támogatását is, mert én mindig azt szoktam mondani a srácoknak, és a szülők is nyilván beletartoznak, hogy mi egy nagy család vagyunk. Szóval ezt úgy kell érteni, hogy egy meccsünkre eljön 30-40 szülő és szurkol, meccs után együtt örülünk, hál' Istennek nem volt sírás, mert minden meccset megnyertünk, de ha bármi gondunk volt, akkor meg tudtuk beszélni, ezt csak így lehet csinálni, így lehet dolgozni nyugodtan. Viszont nyilván itt a gyerekek próbáltam azt kialakítani, hogy ne csak a pályán legyünk barátok, hanem pályán kívül. Ezáltal volt közös programok, például közös mozizás, amin én is részt vettem, szalonnasütés, különböző nyári összerőzenések, ami azt jelenti, hogy kimentünk kosarazni, kimentünk egyet futni, nem volt kötelező, de mindenki ott volt. Úgyhogy ezt próbálom úgy a suliba is, úgy a magánéletbe és az edzésen úgy alakítani, hogy ők egy nagy család legyenek. Említetted a Szeged elleni edzőmeccset, meddig lesz pihenő, mikor kezdtek majd a felkészülést a következő remélhetőleg NB1-es szezonra? Független, ha elfogadjuk az NB1-es ajánlatot, én nem nagyon fogok leállni velük. Én azt mondom, hogy ilyen korban nem szabad leállni. Nem szabad túl hosszú szünetre elengedni a gyerekeket. Én azt mondom, hogy július közepéig hetes lebontásban fogunk találkozni, ami azt jelenti végén az iskolának, egy hét pi, egy hét edzés, egy hét pi, egy hét edzés, és azután júli közepétől 15-e, 16-a környékén kezdjük meg a heti 3 edzéseket, és augusztusban, augusztus 1-től meg napi 2, és így megyünk teljesen végig, ameddig nincs iskola. Az iskola után, amikor nyilván megkezdődik, akkor minden nap fogunk edzeni délután. Ennyi fért a mai sportszeretbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!